Sziasztok! Most megint csak egy gyors helyzetjelentés a konyhakert projektről. Kiszabadítottam ezt a, nem tudom, már egyszer megfejtettétek, hogy milyen fa ez, úgyhogy holnap végre ezt el lehet innen tüntetni. És amire itt rájöttem, hogy itt a régi, ez a disznónak a fala, az még itt lent van sima téglából két sor mélyen, úgyhogy most már kezd így alakulni, hogy amit szeretnék. Elkezdtem fölrakni ezt a falat, ami mögé ugye megy be egy csomó sít, és ez ugye annak a magasságáig fog följönni, és itt egy ilyen asztal felület lesz, amire majd lehet lepakolgatni. És már, hogy motiváljam magamat, már kihoztam a kis pizza kemencéhez szükséges dolgokat, meg szedegetem össze a téglát, ami ahhoz jó lesz. Úgyhogy miközben itt hát csinálom a falat, ami nekem nem egyszerű, mert vagy dől kifele, vagy befele, vagy hasa van kifele, vagy befele, de itt volt egy rész, ahol mellé tettem a mércét, és kifele is volt hasa, meg befele, és ezt csinálja utánam valaki. Tehát ez ugye nagyjából azért van, mert ilyen nagyon össze-vissza tégláim vannak. És ide alulra még találgattam ilyen viszonylag nagyokat, de hát most már jönnek, ezekből kell kiszedegetnem a... Mert hát ott van még egy csomó a meglévőket, de ugye az ilyen kisméretű tömör téglák, azok meg még kellenek majd a kerencéhez. Na mindegy, szóval csak ezt akartam megmutatni, hogy most már abszolút kezd innen eltűnni a dzsúa. Ez a holnapi napnak a feladata lesz, hogy még innen a maradékot elszorom, összeszedem a téglákat, meg hát fel akarom, hogy mondjuk esőt mondanak holnapra, de szeretném fölfalazni odáig a mérőszalagig a falat, ugye itt is így sarokba, és behányni a cuccokat, és akkor utána, ha ez megvan, akkor tényleg már nekiállok végre a pizzakemencének, meg hát el tudom kezdeni itt rendezni a konyhakertnek a dolgait, jó? Na, most csak ennyit akartam mutatni, hogy végre tudom csinálni a kis kőasztalomat, meg tűnik el innen a dzsuga, úgyhogy egyre inkább kezd ez az egész egy kis hátsó konyhára hasonlítani, hát majd meglátjuk, mi lesz a vége. Sziasztok!